Jánoskám, parancsolj. Köszönöm szépen. Hamarosan új főosztályvezetőt kapunk. Ide az irodába? Igen. Tudod, Elvira, ez azért egy kicsit rosszul esik. Én, aki évek óta várok a kinevezésre, és tudod, hogyha áldozatról volt szó, én meghoztam, teljesen ráment az orrsövényem, és akkor ez a hála, köszönöm szépen. Tudod, hogy hívják az új főosztályvezetőt? Nem, és nem is érdekel. Tóth Jánosnak hívják. Úgy, mint engem, még ez is. Jánosom, te leszel az. Jaj, na hát, ezt a meglepetést. Jövő hónapban akarunk kinevezni. És az több pénz? Kicsivel. Jaj, végre megvehetem magamnak azt az elektromos robogót. Nem is tudom, mit mondjak. Elvirácska, köszönöm szépen. Igazán kiérdemelted. És ki fog a helyemre ülni? Mert azért azzal legyünk tisztában, hogy nagyon nagy űrt kell betöltenie. Ugye nem, Katalin? Én Kareszra gondoltam. Remek ötlet. Karesz fiatal, alacsony ugyan, de agilis, és valamennyire ő is ért a gyógyszerekhez. Szevasz, János! Szia! Járvány van, hol vannak a többiek? Micsoda energia! Mint a fiatal önmagamat látnám. Kareszkám, szeretném, ha leülnél egy percre. De ugye nem fogsz edény bemutatót tartani. Jaj! Mióta is dolgozol nálunk? 2 éve. Milyen gyorsan elrepült. Lehet, hogy nem vetted észre, de én végigfigyeltelek téged. Mondtam is magamban, ez a srác tud valamit. Ha egyszer az én székem megüresedik, akkor... Akkor? Na, akkor, akkor? Kitölti majd be? Úgy bizony. Szeretném, ha szép lassan átvennéd, ha belerázódnál. Úgyhogy át is adok neked egy ügyet. Xiang Yang International. Bizony, bizony. Angol nyelvtudás, nemzetközi tapasztalat. Én ezeket már túl vagyok, de te sokat tanulhatsz belőle. Értem. Qin Chang Li. Hol találom ezt az urat? Telefonon, ezen a számon, személyesen a konyhában. So, that's for today. If you have any further questions, just call me. I am more than happy to have met you, Charles. Goodbye. Na, thank you. Már itt is vagyok. Bye-bye. Érdek. Nem köszön a sutyarák. Milyen népség ezt? Dehogy meg. Simán. Nem fog felelteszni. Remek. Tudtam, hogy benned bízhatok, Karesz. Tudod, az élet úgy hozta, hogy nekem nem lehetett fiam. Egyszer voltak kék szettek nőseim, de az nem ugyanaz. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy... Értem, hogy miért gondolsz. Melyek ők elvére látni volt. Egyébként nekem sem volt még fiam. Nem? Akkor ott vállalhatunk egyet közösen. De hülye vagy te. A szuper csapat. Akkor ezt foglalja helyet. No, Jancsikám, melyik jó hírrel kezdjük? Azt már tudom, hogy János főosztályvezető lesz. Elmondtad neki. Karesznak meg nekem nincsenek titkai. Hát, sokat töprengtem, hogy kiüljön a helyére, és végül arra gondoltam. Én gondoltam arra. Mihogy azt neked már mondtam. Ezt is elmondtad. Egy pillanat. Nem akarom senki örömét elrontani, de az imént beszéltem Mr. Lee-vel. Karesz nagyon ügyesen pontot tett az egyik bírságolási ügy a végére. Aki felkínált nekem egy regionális marketing igazgatói állást a Xiang Yang International-nél. És mit mondtál neki? Azt ő meggondolom. Helyes. Gondolj csak meg. Gondold át, hogy a szívünkbe döföd a tűrt. Hogy elárulsz minket? Ez nagyon váratlanul ért, hogy... Halló, Katalin? 10 perc múlva meeting. Szeretettel köszöntöm a kollégákat, és szeretném megkérni Elvirát, hogy gyorsan vezesse elő a mai meeting tárgyát, mert nekem összesen 10 percem van. Ez a baj, Tamás, hogy neked 10 perced van a kollégáidra, emberekre, sorsokra. Fejek hullhatnak, mert neked összesen 10 percem van. János, kérlek, ne légy ideges. A lényeget, ha kérek én. Nem akartam szélesebb körben bejelenteni, ezért a diszkréció okán csak az érintettel közöltem. Hogy János főosztályvezető lesz tovább. Igen, a helyére pedig Karesz nevezzük ki. Így mindenki följebb jut, és végre megszűnik az az állás, amit 2 éve szabálytalanul nyitottunk meg Karesznak. Gratulálok, ez igazán jó hír. Csak hogy van itt egy kis bökkenő, és szeretnénk, ha ezt Karesz mondaná el a saját szavaival. Nem bökkenő, ez lehetőség. Mondd el neki, mondjad! A Xiang Yang International felajánlott nekem egy regionális marketing igazgatói állást, havi 500 000 fizetés. Azta! És ezzel mi a baj? Az, hogyha Karesz elmegy, akkor nem tudunk tapasztalt, megbízható munkaerőt ültetni János megüresedett székébe. Vagyis? Vagyis János sajnos nem tudjuk előléptetni. Köszönöm. Igazán köszönöm. Kígyót melegettem a keblemen. Azt Timike is szokta. Mi a baj, Johnny?
Nem bírom én ezt hallani. Minden olyan simán mehetne. Én lehetnék a főosztályvezető. Megvehetném magamnak azt az elektromos robogót, és akkor tessék, én vakartam ki. Én csináltam belőle érdemi ügyintézőt, és ez a na, most őszintén, havi fél mi sírte, nem mennél? Nem. Szerintem nem. Mennyibe kerül ez az elektromos robogó? 230 ezer fél áfás. Az első hónapban kettő tudná belőle venni. Ne, nekem csak egy kell. Hogy megyek kettőbe, beesek közé, ne idegesíts már, te is de még mint az jöhet, az küldjék, a névjegykártyámon rajta van a cím. Igen, küldjék a futárt. Köszönöm, viszhall. Liúrral beszéltél, igaz? Nem, a titkárnőjével. Mm. Ilyen hangja van. Értem. Most mi van? Megkérdezték, hogy van-e kedvem ott dolgozni, azt mondtam, hogy nem tudom. Küldenek egy karton vietnámi barzsamot. És a 30 ezüst pénzt mikor küldik? Vagy az egy talencsét? Zöldségben is utaznak. Karesz, én ittem benned. Úgy néztem rád, mint a fiamra, vagy mint bárki más fiára. Itt mindened megvolt. Barátok, mesterek, saját asztal. Ennyi idős korodban tudod, mi volt? Jaj, ne dumálj már, te kaptál a pártól nyaralót. Igen, kaptam, de az más, Albert. Itt most Kareszról van szó. Mikor idejött, azt hittük, hogy ő is komolyan gondolja a közigazgatást, de most kiderült, hogy ami nekünk az életünk, az számára csak egy laza kis kaland volt. Ma rajtunk lép át, holnap a Xiangyang intervésével. Megkérem a kedves kollégákat, hogy ne vigyünk érzelmeket ebbe a vitába. Köszönöm, Katalin. Idáig türelmesek voltunk, de ami sok, az sok. Ügyintézőként ajándékot fogadsz el, zsebre tesznek egy állásajánlattal, a kollégáidat pedig munkaképtelenni teszik. Én nem vagyok munkaképtelen. Karesz, ébredj már fel, bolondot fognak csinálni belőled, és az irodával is a bolondját járatják. Felejtsd el őket. Szerintem meg menjél innen el, minél hamarabb. Igazán nem értelek titeket, szerintem sem a céggel, sem a termékükkel nincs semmi baj. Ez a balzsam például minden hipermarketben szem előtt van. Nekem is ott volt. Ezért nem, hogy kirúghatnánk, de föl is jelenthetnénk. A Xiangyang International ügyét pedig visszaveszem és esküszöm, hogy én személyesen fogom ezért kicsinálni ők. Mi baj? János! Elégetek! Ez most segíteni fog. Gyere. Köszi, Albi. Mi volt ez? Vietnámi. Szevasz, Gyurikám. Totális támadás. Szóljatok az ANTS-nek és a NAV-nak is. Xiangyang International. Betűzöm. Várjál, kínaiul betűzöm. Pálcika, fenyőfa, háztető. Megvan? Közben? Szuper. Csináljátok ki őket. Köszi. Szevasz. Mi van, mit nézel? Semmit. Kicsinálom őket. Pedig elektromos robogókat is importálnak Nagykeráron. Mennyire Nagykeráron? 60 ezer. Értem. Nagyot rúgott beléd ez a Karesz, ugye? Soha senkiben nem csalódtam ekkorát. Pedig hagytak már a szerelmeim. Szökött meg zebra pintján, de ez... Ne sírj, János. Sziasztok! Zavarok? Jánosom, jól vagy? Hagyd ő békén! Képzeljétek, Robertet elvitték a rendőrök. Nagyon nagy poén volt. Hát ez tényleg akkora poén. Jó van, na, én csak... Na, kérem azt a háromszem fejfájás csillapítót, amit még szeptemberben adtam. Jó, majd behozom. És most takarodjál innen. Szeretnék inni egy kávét. Jó, rendben van. Köszönöm, Imre.